A Makó Híradó foglalkozott bővebben azzal a nemrégiben kirobbant botránnyal, hogy a Makó Jobbik helyi elnökét, Kis Attillát kizárták a megyei közgyűlésből, mivel összeférhetetlenséget állapítottak meg nála. A politikus volt az elnöke ugyanis annak a Sándor Móric Egyesületnek is, amely a Csípős nevű hírportált üzemeltette. A Csípősön a közelmúltban megírták, az Egyesület közgyűlésen döntött annak feloszlatásáról, így kérdésessé vált a hírportál sorsa. Az elmúlt időszakban, ha valaki látogatta az oldalt, felfigyelhetett rá, hogy egyre több vásárhelyi hír jelent meg rajta. Így felmerült a kérdés, vajon Hódmezővásárhely polgármestere Márki-Zay Péter gondolta arra, hogy átvegye a működtetését valamilyen formában. Semmit nem tudok erről az ügyről, én erről nem tárgyaltam senkivel. Nem is engem érint, nyilvánvalóan ez egyrészt jobbikos, szerintem belügy, másrészt makói, szerintem belügy. Tehát én nem gondolom, hogy nekem Hódmezővásárhely polgármestereként ebben a kérdésben bármilyen állást kellene foglalja. Bár a válasz egyértelmű, a polgármester véleménye azért érdekes lehet, hiszen ugyan sokan tudni vélték már, hogy a Csípős nevű hírportál erősen a Jobbikhoz köthető, de mivel egy civil egyesület működtette hivatalosan, ők ezt valószínűleg nem szerették volna nagy dobra verni. Tehát ennek a weboldalnak a sorsa továbbra is kérdéses, a Vásárhelyi Televízióé már nem. A tavaly december 22-én több mint 30 év után elsötétült médium megszűnésének okaként több verzió is napvilágot látott. Stábunk kíváncsi volt a város polgármesterének, Márki-Zay Péternek a véleményére is, hiszen ő volt az, aki nem írta alá a közgyűlés által megszavazott, a tévé működtetésére szánt támogatás elutalását. A technológiák vannak, amit sokkal olcsóban is meg lehetne oldani. Úgy gondolja, hogy esetleg a működésének a költségeit a használt technika? Az nagyon számít, így van, hogy tehát ma már ennél olcsóbb megoldás is a közönség tájékoztatására. Egyébként nem kell mondjam, tehát a rádió hétfőre van a közösségvásárhelyen, és a videófelvételt sugározni, mármint egy interneten közvetíteni. Tehát ez ezt egy ilyen... De hát ez a technika, ez már rendelkezésre áll a televíziónak. Igen, hát mégis ott hirdetlen költséggel működtek. A Vásárhelyi Televíziót egyébként 2014-ben korszerűsítették, a legmodernebb technikával szerelték fel, amelyek természetesen a mai napig rendelkezésre állnának. De sajnos azt, hogy pontosan mit értette a technika üzemeltetésének költségessége alatt Márki-Zay Péter, valamint azt, hogy végül született-e döntés arról, hogy a vásárhelyi hírekről és a közgyűlésről a Szeged Televízió fog sugározni, nem tudtuk megkérdezni, mert elsietett.